Horvát Halas Kálmán betegsége 4,5 évvel ezelőtt derült ki. Agyában rosszindulatú daganat fejlődött, sajnos azonban a műtétet követően az akkor 13 éves fiú levénult. Kezdetben mindenbe szülei segítségére szorult, még a kerekesszéket sem tudta önállóan hajtani. Most hány éves vagy, Kálmán? Most 18. 18. És mióta ülsz tolókocsiban? Több mint öt éve. Agytumorod volt, ugye? Jól tudom? És meg is operáltak? Igen. Hol? Itt hátul. Aha. És a műtét után mi történt veled? Hát nem tudtam járni. Nem tudtam felállni. Sőt, egy ideig meg se tudtam mozdulni. Csak úgy voltam egy ágyban. És ennyivel jeleztem anyunak, hogy az ujjaddal bármi van. Mivel telnek a napjaid? Jársz iskolába? Járok. Magántanuló vagy? Igen. És amikor nem a gimnáziumban vagy, akkor mit csinálsz egész nap? Számítógép. Ah. Néha egy kis pici tanulás, szinte semmi. És ehhez a papa mit szól? Hát ő egy kitűnő tanuló volt majdnem, igen, amikor még nem volt beteg, tehát korosztálya van, 5. volt a pingpong versenyen. Országos bajnokságon. Tavaszi kupa 2010, asztali tenisz verseny, amatőr férfi első helyezett. Ez a tiéd, hogy ezt elnyerted? Igen. Gratulálok. És akkor ez pedig 2009. Vannak barátaid? Hát, vannak, de sokkal, de sokkal kevesebb lett a műtét után. Semmelyikük sem olyan, aki kitartott mellettem. Hogy derült ki az agytumor? Fejfájása volt, hányingere volt, és a legutolsó az, hogy a vonalat nem látta egyenesen. Orvoshoz mentek, és kiderült, hogy agytumor. Így van. Személyzetre küldött a házi orvos, ott azt mondták, hogy menjünk a Heimpálba CT-re, ott mindjárt kiderült, hogy daganat van. Onnan átvitték az Amerikai útra, és 3 napon már műtötték is. Ugye az ember arra számítana, hogy megoperálták, és minden rendben van. Na most, hogy ő tolókocsis lett, annak mi lehet az oka? Hát ez a műtét következménye. Miért nem jól sikerült? Ezt én csak úgy tudom, mint laikus megítélni, hogy nem jól sikerült, mert nem tud a gyerek mozogni. Vagyis nem tudott, akkor meg se tudott mozdulni egy hónapig körülbelül. Aztán utána kezét mozgatta, aztán egyre jobban tudott. Rossz helyen volt a daganat, gondolom önöket tájékoztatták arról, hogy hát azért ennek lehetnek különböző veszélyei. Igen, a kisagy és az agytörzs között volt, tehát a legrosszabb helyen mindenféle mozgást ott befolyásolta. Mikor fogsz járni? Mesélj. Nem tudok semmit mondani. Kálmán szülei nem bírták nézni, hogy amíg gyermekük kortársai élik a tinédzserek felhőtlen boldog életét, addig fiúk lehajtott fejjel, mozgásképtelenül, ki tudja meddig kerekes székbe van kényszerülve. Ekkor fordultak segítségért a Gyermekrák Alapítványhoz. Az alapítvány nem csak életbe vágó fontosságú esetekben nyújt támogatást, hanem olyankor is, amikor a gyermek életminőségén szeretnének javítani. Így sikerült megvásárolni egy olyan modern kerekesszéket, mellyel Kálmán akár egyedül is fel tud állni, és önállóan, segítség nélkül képes azt egy elektromos karral irányítani. Egy olyan széket választottunk az interneten, amelyik föláll, és nem kell annak a gyermeknek csak a földet néznie, és az édesapja irányítja. Több év után állt föl, és visszatért az életkedve. Nagyon sokat köszönhetünk az alapítványnak, minket segítettek és segítenek a mai napig is. Táplálék kiegészítőkkel, havi rendszerességgel, anyagi segítséggel, és 3 éve kaptuk ezt a motoros
kocsit, amivel önállóan el tud menni a Kálmán itt a környező utcákba. Ezen kívül még a ház felújításához most egy óriási anyagi segítséget is kaptunk. Az egész kivitelezésnek a felét fizette az alapítvány tulajdonképpen. Akadálymentesítés is van benne, egy laposabb lépcsőt készítettünk korlátokkal, kapaszkodókat a WC-be, küszöböket kiszedettük, de hát az egész házat tatarosztuk, a garázst, mindent rendbe tettünk, úgyhogy nagyon köszönünk mindent. Kálmán sorsának alakulását a Gyermekrák Alapítvány azóta is követi. Rendszeres készpénztámogatást biztosít, gyógyszereket, vitaminokat ad térítésmentesen, és ha szükséges, közüzemi díj elmaradásokat is kifizet, hiszen mindenhol, ahol rákos beteg gyermek van, rendkívüli mértékben megromlik a család anyagi helyzete. Gondolom, hogy Kálmán nem egyedül van itthon, tehát hogy ő azért nem képes ellátni magát, tehát vagy az anyukának, vagy az apukának itthon kell lennie vele. Úgy van, én vagyok vele itthon 5 éve ápolási díjon, hiszen súlyánál fogva és mindenki ide-oda azt anyuka nem is bírná igazán, meg egyéb szempontok miatt is én magadtam itthon vele. Gondolom, hogy nagyon erős az apa-fiú kapcsolat, tehát hogy nagyon erős a kötődés közöttetek apával, nem? Igen. Szeretem nagyon, nagyon rendes. Mindent megcsinál, főz. Akkor engem ellát, hogy bármi, ha vécére kell menni, de már az nem megy egyedül. Tehát abban még apa segít? Vagy anyu, ha itt. Figyelj, Kálmi, ha lehetne egy kívánságod, de csak egy, jól gondold meg, egy, nincs több, egy, akkor mit kívánnál? Felállni és járni. Kriván Gergely a Szent László Kórház gyermektranszplantációs osztályának osztályvezető főorvosa, és egyben a hazai gyermekonkológiai hálózat vezetője. Mikor alakult ez a hálózat és milyen céllal? A hálózat 1971-ben alakult, azzal a céllal, hogy összefogja a gyerekonkológia iránt érdeklődő szakembereket, és próbálja egy kicsit centralizálni az ellátást, ugyanis azt megelőzően a legkülönbözőbb gyerekosztályokon kezelték az ilyen típusú betegeket, és sajnos az eredményessége a kezelésnek nem volt túlságosan jó. És most már eljöttünk több évtized után oda, hogy ugyanazokat a protokollokat, nemzetközi protokollokat használjuk minden központunkban, és a gyógyítás eredményessége sokat, nagyon sokat javult az elmúlt évtizedekben. Ha egy gyerek leukémiás lesz, akkor ugyanazt az ellátást kapja itt a Szent László Kórházban, mint mondjuk Debrecenben vagy Szegeden? Igen, tehát ugyanazt a kemoterápiás protokollt fogjuk alkalmazni, ugyanazok a diagnosztikus vizsgálatok történnek meg, és ezért mondhatom azt, hogy ez egyik gyermek, aki debreceni, a másik, aki mondjuk budapesti, hasonló módon kezelődik és gyógyul. Nincs különbség a centrumok között ebben a tekintetben. Az orvosba bízni kell, de abban az orvosban kell bízni, aki jó diagnózist állít fel. Volt olyan diagnózis az én gyermekemnél, hogy a nyirokcsomó daganat áttételt képezett a vesére, és ki kell venni a gyereknek a veséjét. Én ebben nem tudtam belenyugodni. Egy PET-CT vizsgálatra vitték a gyermeket Debrecenbe, én elkértem leleteit, amit kiküldtem Svédországba egy ottani orvostímnek, és megállapították, hogy a Roland veséje teljesen rendben van. Ha ezt nem teszem, akkor a fiam ma vese nélkül él. Ön, mint a gyermekonkológiai hálózat vezetője, képen van, hogy a hazai gyermekonkológiai centrumok milyen támogatást kaptak az alapítványtól? Igen, elég jelentős támogatásokat kaptak egyes centrumok, például a Heinpál Kórház az átépítéséhez, az új gyönyörű osztálynak a kialakításához elég jelentős támogatást kapott, és hát valóban volt egy jelentősnek tekinthető rezidens programunk, amelynek keretében hosszú hónapokon, vagy több éven keresztül havi 50 ezer fontos jövedelem kiegészítést kaptak azok a rezidensek, akik az életüket a gyerekonkológia területén szeretnék elképzelni. A szükséges szakirodalmaknak a megszerzésében, beszerzésében is segített az alapítvány minden központunknak, hogy tudjuk magunkat képezni, illetve a kórház egy fotófezés készüléket kapott az alapítványtól. Magyarországon ma
nincs olyan kórház, ahol rákos beteg gyermeket gyógyítanak, és a gyermekrák alapítvány nem adott segítséget. A sok-sok támogatása között, többek között egy 20 millió forintos fotoferezés készüléket vásárolt Kriván Gergelyéknek. Akkor ez volt az első Magyarországon. Kértek, és mi megvettük, és átadtuk. Itt ezen a fotón ezt pontosan lehet látni. Ott van kezembe a tábla, hogy 20 millió forintos adomány. És még nagyon sok ilyen van. Nagyon sok kórháznak vásároltuk meg. Ott van például az egyes számú gyermekklinika, a kettes számú gyermekklinika, Debrecen, Miskolc, Szombathely. Minden kórháznak ott van az adománya, mert mi mindent dokumentálunk. A matractól kezdve a több tízmilliós orvosi műszerig. Tehát soha egyetlen egy orvos nem mondhatja azt, hogy a gyermekrák alapítvány nem volt a segítségére. A gyermekrák alapítvány az elmúlt 20 évben Magyarországon egyedülálló nagyságrendben közel 4 milliárd forint összegértékben nyújtott támogatást a rákos beteg gyermekeknek, családjuknak és a kórházaknak. Továbbá 19 millió forinttal támogatta a daganatos beteg gyermekek gyógyítására elkötelezett orvosrezidenseket, akik egyik legfőbb célja a nemzetközi rákgyógyítási protokollok itthoni alkalmazásának megvalósítása. A gyerek daganat az egy ritka betegség, minden országban ritka betegség. Mi Magyarországon nem tudnánk kidolgozni teljesen saját gyógyító eljárást. Több ország együttműködve tud annyi beteget összegyűjteni, amin már meg tudja nézni egy bizonyos eljárásnak a sikerességét. Tehát ezért országok összedolgoznak, együttműködnek, és közösen kialakítanak terápiás sémákat, amelyeket mindig továbbfejlesztenek, és ezt a sémák szerint dolgoznak, és utána értékelik, és tovább lépnek. Most ezeknek a kidolgozása, átvétele, működtetése nagyon költséges dolog. Ezek több millió forint is. Ezekre nincs fedezet. Ezt nem, a kórházak nem tudják biztosítani, egészségbiztosítási pénzt ilyenért nem fizet. Tehát van egy közös költség, egy közös fee, amit be kell fizetnie minden központnak. A neuroblasztoma protokoll esetében ez például 2000 euró évente, amit nekünk be kell fizetni ahhoz, hogy hozzáférjünk ahhoz a terápiás sémához, amit alkalmaznak a másik országban, Nyugat-Európában. Az orvosok erőfeszítései ellenére sajnos a mai napig Magyarországon rendkívül magas a halálozási arányszám a daganatos beteg gyermekek esetében. Stummer Melisszát, akit a Gyermekrák Alapítvány éveken keresztül támogatott, 10 éves fiatalként győzte le a betegség. Lássák már, hogy ugyanott azok a szegény szülők, meg a gyerekek, főleg a gyerekek, hogy mindennek keresztül, és amikor mindenkinek mindene már rámegy arra, hogy a gyereket el tudja vinni. És milyen jó, hogyha van alapítvány, aki beviszi a gyereket a mentővel, és nem kell azon törni, hogy honnan szerzek autót, akinek nincs, vagy nincs pénzem benzinre, hogy elvigyem. Az, hogy mennyi mindent segítenek, hogy nem csak a táplálék kiegészítőket, vagy az anyagi támogatást, hanem van, akinek saját hajból parókát, van, akinek járókeretet, van, akinek könnyített gipszet, és hogy mennyire jó ez a segítség, hogy mennyire kell ez a segítség, amikor máshogyan nem tudnánk hozzájutni, akár egy mosógéphez, akár bármi máshoz, vagy tüzelőhöz, vagy ilyesmihez. A Gyermekrák Alapítvány jelenleg is közel 600 családot támogat. Közülük egy, a 6 éves Magda Viki, akit néhány éve a világon egyedülállónak mondható súlyos ráktípus támadott meg, és akinek gyógyulása csodaszámba ment. Anna Viki 2 éves volt, ugye, amikor kiderült, hogy nagy a baj. Mi történt? Gyakorlatilag egy hét leforgása alatt szétesett a mozgása, és folyamatosan fájlalta. Azt mondja, valami fáj, tehát oda kapott a fejéhez, valami fáj. Tehát nem a nyakam, fejem, hanem valami. Ez olyan fura nekem a mai napig visszagondolni erre, hogy ezt valamiként határozta meg. És egy nap alatt zuhant szét az életünk, tehát péntek reggel kezdtünk a Heimpál CT-be, és még aznap délután megmondták, hogy rossz indulatú, mert valószínűleg rossz indulatú agydaganat, tehát akkor még csak térfoglalást mondta, és még aznap éjjel a műtőben volt az amerikai úti idegsebészetem. Elég kerekperec, meg is mondták több körbe, hogy mennyire nincs esély.
Ez egyébként a gyermekkori agydaganatoknál általános, sajnos, tehát a nincs esély című kifejezés. Hát te felkészültél arra, hogy esetleg elveszíted Vikit? Vagy pedig ezt te soha nem gondoltad, hogy te őt elengeded? Ez hazugság. Tehát aki ilyet mond, hogy ő soha nem gondolt erre, aki ilyen nadrágba jár, mint én, tehát az nem mond igazat. Igenis, az embernek számtalanszor van ilyen rémálma, akár a mai napig is, de hogyha én nem hiszek benne, akkor ki hisz benne? Mi igyekeztük ezt ő felé nem mutatni. Próbáltuk valahogy úgy csinálni, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. És próbáltam egy valahogy úgy kommunikálni vele, mint hogyha ezt minden gyerek végig csinálná. Tehát ez semmi probléma, semmi tragédia, haladjunk, ezen is túl kell lenni, azon is túl kell lenni. Sírtunk sokat, de ezt ő előtte nem. Gyere, Muci! Szia, Viki! Hello! Látod, mi van itt a nyakamban? Mi az? A mikrofon. Hello! Viki, hogy vagy? Jól. Anya mesélte, hogy volt valami agyműtéted? Milyen agyműtét? Nem is emlékszel rá? Én nem. Ugye nagyon nehezen jött ki Viki a kemóból, pontosabban nagyon nehezen viselte Viki a kemót. Az első blokk kemó az borzasztóan megviselte, és hát 2,5 hétig nem evett, nem ivott, ugye csak az infúzió volt ez, ami volt. A haja az kihullott, feküdt, nézett ki a fejéből, nézte sorba a meséket, és gyakorlatilag én ezt úgy éltem meg akkor, hogy itt tűnik el belőle az élet. És így mindannyian... Hát azt elég nehezen viseltük, ugye ez a legelső blokk volt, tehát akkor még friss volt az egész élmény. És akkor 2,5 hét után ott volt az apja, és nem tudom, milyen rohamot kaptam, fogalmam sincsen. Megfogtam, fölültettem, és így kiabáltam vele, és írtam, hogy kezdjél el lenni, mert haza akarok menni. Hintázni, csúszdázni, haza akarok menni. És annyira megijedt édesem, hogy azonnal bevágott 2 túrórudit, meg 2 csomag ropit, és akkor elindultunk fölfelé ebből az állapotból visszafelé az élet irányába. A kemoterápia után volt még egy csontvelő transzplantáció, ez a kezelés része volt tulajdonképpen. És utána következett 2,5 év szünet, ami egy gyönyörű 2,5 év volt, teljesen makkegészséges volt, és egy rutin MR vizsgálaton 2012. decemberében, tehát 2,5 évvel később, ott volt megint az MR-en maga a tumor, és akkor nem volt más választás, egy műtét, és utána pedig sugárkezelés. Na most azt mondják, hogy egy pici lányjal 4 éves lehetett, Négy és fél. Hogy tudod beadagolni neki? Hogy tudod megértetni vele, hogy édes szívem most téged sugaraznak? A trükk az volt, hogy ez napi 5 percet vett igénybe ez a sugárkezelés történet, és egyébként ettünk, ittunk, moziba jártunk, kirándultunk. Annyiban talán hibás vagyok, ezt is rezőjelben mondom, mert én vágtam le a haját. Megint. Tehát ugye a sugártól ugyanúgy kihullik a haja, mint a kemoterápiától. Én csak egyet kértem az élettől, hogy mindenhol egységesen barna legyen a haja, és ez stimmel, tehát hál' Istennek visszanőtt a haja mindenhol, nyilván nem abban a minőségben, de hogyha ez az összes mindenség, amiért én tehetek, akkor én ezt bevállalom, tehát ő ebből nem túl sokat érzékel, hál' Istennek. Miben segített nektek a Gyerekrák Alapítvány? Hát, sorolni is hosszú. Hihetetlen egy személyiség egyébként az István, én azt gondolom. De 1,5 év után mentem be hozzá szakmai kérdéssel. Tehát, hogy igaz-e, hogy nincsen semmi más diagnosztika, mint az MR. És akkor azt mondja, akkor kérdezzük meg az illetékest. És akkor ott azonnal a rendelkezésemre állt, fölhívta a telefonon, kihangosította, elintézte nekem, beutalót kért, már mentünk is, már ott voltunk. Szóval ez egy olyan szülőnek, aki ebben az egészben belecsöppen, ez egy hihetetlen óriási segítség. Persze. Tehát konkrétan egy szélmalomharcnak érzem. Tehát amikor én hívom a kezelő orvosokat, hogy ebben vagy az, vagy amaz, vagy harmadik, negyedik, tizedik kérdésem lenne, akkor
akkor ugye csak le vagyok pattintva, legalábbis sokszor érzem ezt, és ezt az Istvánéknál nem így van. Akkor, amikor másodszorra mentünk neki a műtétnek, meg egyáltalán a lehetőségeknek, azonnal kaptam az Istvántól olyan telefonszámot, aki speciálisan, konkrétan rákutató, ezzel foglalkozik, menjek el, beszélgessek vele. Ennek a történetnek is köszönhettem, hogy ma itt van a gyerekem. Megkaptunk egy olyan gyógyszert, csuktak nekem egy olyan gyógyszert, amit én utána már vittem magammal, és kértem, tehát tudatosan kértem a gyereknek, és ő az első a világon egyébként, aki így kapta a sugárkezelést ezzel a gyógyszerrel. Ezen túl minden hónapban kapjuk az 5000 forintos támogatást a Gyermekránk Alapítványtól, ami szerintem sok családnak azért ez egy kifejezetten fontos pénzösszeg, és táplálékkiegészítőt, immunerősítőt kap a gyermek. Tehát ezt senki nem teszi, senki nem teszi. Tehát elég sok alapítványhoz be vagyunk regisztrálva, volt is, akitől kaptunk segítséget akkor, amikor kellett, tehát nem azt mondom, hogy nem, de azt a mértékű segítséget, meg lelki támogatást, meg egyáltalán minden szempontból, amit a Gyermekránk Alapítványtól, az senkitől. Nem véletlen az, hogy az a támogatás, amit a Gyermekrák Alapítvány adott a kórházaknak, a betegeknek, a civil szervezeteknek és az orvosoknak, egyedülálló nagyságrend Magyarországon. 1,6 milliárd forint körüli összeget adtunk a kórházaknak, hogy működni tudjanak az ott lévő osztályok. Ugyanis volt olyan kórház, ahol a röntgenkészülék sem működött, a műtőágy sem működött, ahol nem voltak műszerek a diagnózis felállításához és a kezelésekhez. Ezen kívül természetesen segítettük a beteg gyermekeket, a beteg gyermekek hozzátartozóit. Minden egyes nálunk regisztrált beteg gyermek havonta 5000 forint készpénztámogatást kap. Minden egyes beteg gyermeknek a kezelésekhez biztosítjuk a mellékhatások kikerülésére a vitaminokat, gyógyszereket, táplálékkiegészítőket, amit természetesen mind végig orvosokkal konzultálva adunk oda térítésmentesen a betegeknek. És nem utolsó sorban támogatást adtunk azoknak az orvosrezidenseknek, akiknek a fizetését havonta 50 000 forinttal megemeltük. Egyetlen egy civil szervezet nem tudta azt megcsinálni, hogy közel 4 milliárd forint támogatást adjon betegeknek, kórházaknak, orvosoknak. Ezt azért ugye érdemes megnézni, mert ugye ez így nagyjából az alapítványnak köszönhető, tehát ez itt mind. Aztán minden van. Anya mutatta, hogy mennyi mindenféle vitamint, meg ilyeneket, azokat miért kapod? Mert régen beteg voltam, hogy nem tudom. És le kellett vágni a hajamat. Tényleg? Kivágta le? Anya, borotvával. Minden három havonta megkérdezi, hogy miért megyünk az MR-re vizsgálatra, és akkor mindig megbeszéljük, hogy megnézzük, hogy vannak-e még bacimanók, vagy rossz sejtek a fejedben, mikor mit beszélünk erről. De én azt gondolom, hogy alapvetően nem tud róla, hogy ő mit csinált végig. Ami még jobban megviselt, és soha nem felejtem el, az a második műtét után, amikor már ez nem kettő volt, hanem 4,5 éves volt, és fölébredt a műtőből, és azt mondta, az első mondata az volt, hogy anya, nem akarom, hogy erről szóljon az életem. Azt hittem, hogy ott alok meg, szó szerint. Nehéz volt, persze. Látom, hogy fantasztikus képek és fantasztikus mennyiségű kép szerepel itt a falon, hiszen mi az alapítvány irodájában beszélgetünk. Miniszterek, professzorok nem csak Magyarországról, hanem világszerte itt. Így igaz. Mondhatom azt, hogy az egész világról. Így van. Itt megtalálhatóak nem csak Magyarország, hanem a világ különböző országaiban dolgozó, rákkal foglalkozó onkológusok, nagykövetek, miniszterek, politikusok, jobbról vagy balról, Európából vagy az Egyesült Államokból. Itt megtalálható az amerikai nagykövetek, itt megtalálható a volt magyarországi köztársasági elnök, megtalálható az űrpilóta, megtalálható mindenki, és az összes magyarországi egészségügyi miniszter. Arra vagyok legbüszkébb, hogy ez kint lehet egy szobába a falon, és mindenki, aki bejön, az látja, hogy a küzdelem az itt van. Ez a harc, ez értük szól. A betegér, a gyerekér, a hozzátartozóért és az országért.